Csalódott diákok és aggódó szülők, az Ánkai Egri József szakgimnázium bezárása nem csak a most itt tanulóknak okoz nagy fejtörést, hanem azoknak is, akik ide jelentkeztek. Egy aggódó szülő csütörtökön mesélt erről híradónknak, azt mondta, váratlanul érte őket a hír. A gyerekem az ide jelentkezett volna, és itt a volna a nagy hangsúly, hisz reggel a Facebookot pörgetve szembesültem a hírrel, hogy az iskola az megszűnik, bezárják. A szakgimnázium ugyanis az Erzsébet tábor területén van, azt azonban 2020-ra teljesen felújítják, az iskolát pedig bezárják. Az még nem dőlt el, hogy az itt tanulók és a tanáraik együtt kerülnek át máshova, vagy szétosztják őket több iskolába. Ha nem elfogadható ez a megoldás, amit ők fölkínálnak, akkor viszont megint a kérdés, hogy azok a diákok, akik csak ezt az iskolát jelölték be, ahol tovább szeretnének tanulni, hogy azokkal mi lesz, ők hova fognak járni, nem tudom. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke szerint vélhetően ugyanoda, ahova majd átteszik a jelenlegi diákokat és a tanári kart. Ebbe azonban nekik is lehet beleszólásuk az elnök szerint. Elhívom a figyelmet arra, hogy közös megegyezésre lehet szerződést módosítani, úgyhogy jó lenne, hogyha a pedagógusok, ha van szakszervezet, akkor a szakszervezethez fordulnának, és még annyit tudnék tanácsolni, elégedjenek meg az ottaniak egy puszta tájékozódással, hanem kérjenek egyeztetést a fenntartó képviselőjétől. Palkovics László az iskolát fenntartó innovációs és technológiai minisztérium minisztere kérdésünkre két napja azt mondta, senkinek az érdeke nem fog sérülni az iskola bezárás kapcsán. Ez egy olyan iskola, ami viszont kicsi a hallgatói, a tanulói létszáma. Egyelőre nézzük azt, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Egy dolog egészen biztos, hogy az érdeke senkinek nem fog sérülni. Kerestük az iskola fenntartóját, hogy megtudjuk, szerintük mi garantálja majd, hogy minden itt tanító pedagógusnak lesz munkája ősztől, illetve hogy mi lesz azokkal a tanulókkal, akik csak ezt a szakgimnáziumot jelölték meg a középiskolai felvételinél, de adásunkig nem kaptunk választ.